Mi a fő motiválóerő az életedben? Inkább önmagadat hajtod, vagy mások ösztönözni? Kitűztem magam elé egy célt, és annak az elérésért küzdök tulajdonképpen. Szóval szerintem inkább magamat hajtom, és nem annyira mások motiválnak. Úgy érzem, hogy szeretném elérni ezt a célt, és ezért bármit megteszem. És ennek a célnak az elérésében kik támogatnak leginkább? Tulajdonképpen mindenki támogat, a barátaim is, a tanárok is, családom is. Bár néha szokták mondani, hogy miért kell ennyit bevállalnod? Kicsit túl sok, nem gondolod? Nem lenne jobb, hogy egy kicsit több szabad időd lenne? Talán igazuk van. Ezek szerint nehéz magasztanod az időt a tanulás és a szórakozás között? A versenyidőszak alatt elég nehéz, de egyébként úgy gondolom, hogy meg tudom osztani a tanulás és a szórakozás között az időm. Színházba járok, moziba járok, van koncertbérletünk is, ezeket úgy ki nem hagynám a mindennapjaimból. Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz pontosan? 9. az országos fizika versenyen 2., 10. pedig 3. lettem. Idén a kémia OKTV-n 17. helyezést értem el, és a fizika OKTV-n 2. helyezést értem el. Milyen érzéssel töltöd a versengés? Izgulsz, vagy inkább koncentrált vagy? Soha nem szoktam izgulni, bár be kell vallanom, nem szeretek versenyezni. Úgy érzem, a felkészülés az, ami igazán hasznos a versenyzésben, és elég jól tudok koncentrálni a versenyek előtt. Tudjuk, hogy kémiából is inkább a leltárgyakból kiemelkedően teljesítesz. Hogy ezt a humántárgyakkal? Tanulom, mert tanulni kell, de nem nőttek nagyon a szívemhez a középiskolában sem. Mennyire van rettekintettel a többi tanár? Felkészülés is a versenyek miatt rengeteget szoktam hiányozni. Mindig adnak időt arra, hogy bepótoljam a dolgozatokat, bepótoljam a tanulnivalót, és általában még segítenek is, hogyha szükségem van rá. Milyen terveid vannak a tovább tanulást illetően? Etélen fontosabb az érdeklődés megvétel, mint a kényelmi vagy anyagi szempontok. A Debreceni Egyetemen szeretnék orvosként tovább tanulni, talán a sebészet érdekel most leginkább az egész orvostudományban. Ehhez kell egy bizonyos elhatározottság is, úgy érzem, és talán nem biztos, hogy ez a legkényelmesebb szakma. Vannak konkrét céljaid hosszú távon? Igen, szeretnék az egyetem után kutatni is, és külföldön is szeretnék dolgozni és esetleg élni. Külföldön pontosan hol helyezkednél el? Egyelőre Amerika nagyon szimpatikus, de a családom nem szeretné, hogy utakat ezzek. Miért éppen Amerika? Talán azért, mert teljesen különbözik Európától. Más az emberek mentalitása is, más az egészségügyi ellátás rendszere. Úgy érzem, egy kicsit több lehetőség van ott, mint itt. Valóban közel áll hozzá a természet, vagy csak könnyen tanulod? A természet törvényszerűségei érdekelnek, maga a szószoros értelmében vett természetjárás az nem annyira. A természet magában nem köt le, kell hozzá egy útársaság. Be is építed a hétköznapjaidba? A biológia tanárom szervez egy túra szakkört, velük szoktunk néha menni túrázni, azt nagyon élvezem, ott tényleg jó társaság. Mit gondolsz a kortársaim, miért távolodtak el ennyire a természettől? Úgy gondolom, már átalakult a szórakozás fogalma. Ebben a korban a számítógép és az internet nagyon sok idejét vesz el az embereknek, és a rohanás is egyre kevesebb időt vagy arra, hogy a természettel kapcsolatba lépessenek. Miket tetteszt kiemelkedően pozitív, illetve negatív tulajdonságaidnak? Segítőkész vagyok, nem tudok nemet mondani az embereknek, hogy a segítséget kérnek tőlem. Sokan rossz tulajdonságomnak tartják, hogy maximalista vagyok. Az őrületbe tudom kergetni az embereket azzal, hogy az érőfába is belekötök. Milyen tulajdonságok a legfontosabbak számodra egy másik emberben? Rengeteg barátomból is nagyon különbözőek. Mindenkiben megtalálom azt a tulajdonságot, ami igazán szimpatikusra tudja tenni számomra. Szeretem, hogyha valaki humoros, hogyha el lehet vele jól beszélgetni. Nem hátrány, hogyha van közös érdeklődésünk, de az is jó, hogyha lehet vele rendesen vitatkozni. Nem sértődik meg. Köszönöm az interjút!